Az Echo Televízió Analízis című műsorában vendégeskedett Hende Csaba honvédelmi miniszter és Takács Balázs a TDK Epcos Kft. ügyvezetője. A beszélgetés fő témája a nyugatpanó járműipari és mechatronikai központ volt, melynek kapcsán szó esett a szeptemberben szombathelyen induló gépészmérnök képzésről is. A miniszter egyértelműen amellett foglalt állást, hogy a Szavára Egyetemi Központnak önállóvá kell válnia. Én azt hiszem, hogy hogy az a helyes megoldás, amit az intézmény oktatói szinte egyhangulag, oktatói értekezleten és a városi önkormányzat pedig teljesen egyhangulag az elmúlt héten kinyilvánított, hogy tudnék vissza kell állítani az önálló szombathelyi felsőoktatási intézményt, mert akkor magunk tudunk gazdálkodni azokkal a nem cseki erőforrásokkal, amelyeket a kormány már eddig is a szombathelyi duális mérnökképzésre biztosított. A tárcavezető elmondása szerint a kormány mintaértékű projektként kezeli a vállalatok igényei szerinti gépészmérnökképzést, ezért is tartja fontosnak, hogy az anyagi erőket ott használják fel, ahova szánják őket. Ezek a források ott hasznosulnak, ott kerülnek felhasználásra, ahova szánták őket, és nem valamely egyetemi vízfej, administratív költségeit, netán pazarló gazdálkodásának hiányait elfödendő fogják felhasználni. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen február 4-én rendkívüli szenátusi közgyűlést tartanak, amelyen a Szavári Egyetemi Központ tesz a legfontosabb téma. A problémával ettől függetlenül már kormányzati szinten is foglalkoznak, remélhetőleg hamarosan döntés is születik az ügyben.